Fogd meg! Húzd le! Antonio Carluccio vagyok. Mennyei. Olaszország kifinomult északi részén nőttem fel, ahonnan 50 éve távoztam. De még mindig imádom. Itália! Itália. Most öreg barátommal visszatértünk. Fantasztikus! A mindenit! Ez egy szertartás. Igen. Gennaro Contaldo vagyok. Ez hihetetlen! A napsütötte déli tengerparton születtem. Otthon, édes otthon! Hihetetlen! Az ételek szeretete hozott minket össze. Igen vagy nem? Igen. Sikerült! Végre sikerült! És máig ez köt össze. Gennaro, abba hagynád. Okay. Elég volt. A háború után nagy volt a szegénység Olaszországban, és a túléléshez az eszünket kellett használni. Adsz egy kis tejet, nem? Ezt nézd! Megállok! Ez az aranjarsi. A túlélés egyik módja. De csak te vagy képes. Szeretnék megtudni, lehet-e aranjarsi módon élni ma Olaszországban. Antonio! Milyen sajt ez? Ez a természetes viagra. Túlélő túrára jöttünk. Elszalasztottam. Nem sikerült. Ne aggódjanak, fantasztikus lesz, ha elég lesz az ennivaló. Két éhes olasz. Az Alpok. A svájci határ közelében a nyugati Alpokban járunk, ahol a hegycsúcsok elérik a 4000 méteres magasságot, és az év nagy részében hó lepi a tájat. Gennaro meggyőzött, hogy képesek vagyunk itt a túlélésre, ha az eszünket használjuk. Szerintem borzasztó ötlet. Találunk itt ennivalót? Igen. Olyat, ami ízletes, mint a vadon termő gyógynövények, a gombák. Hol találsz itt ilyeneket? Nem pont itt, ebben egyetértünk. Rengeteg itt a hó. Készíthetnél nekem fagyit? Na igen. Lombardiában vagyunk, a Komói tótól északra, a Splügenhágóban, ami Svájc és Olaszország között húzódik. Zord ez a táj, ahol Olaszország legszívósabb hegyvidéki emberei élnek. Biztos, hogy itt tudunk táborozni? Miért ne? Biztos találunk itt egy szép helyet és valamit, amit megfőzhetünk. Remélem. Ó, milyen gyönyörű tó. Szerinted van benne hal? Valószínű. Szeretnék horgászni. Ha távcsővel néznék a hegyeket, biztos látnánk vadállatokat. Fantasztikus. Szívesen mennék vadászni. Elhatároztuk, hogy elboldogulunk azzal, amit találunk, mint az aranjarsi. Micsoda kilátás! Nem lesz könnyű, de van valami, amihez igazán nagyon értünk. Csodás ez a vargánya. Gyönyörű. Van itt még egy. Töltsérgomba. Igen, és nézd, mit találtam. Igen. Tinóru gomba. Igen. A vargánya rokona. Illatos. Istenem, micsoda illat. Szerintem találok még. Menj oda. Talán itt. Ott van egy. Hol? Ott, menj oda. Hogy érted? Hová menjek? Ott lesz gomba. Mégis hol? Ott, balra. Merre balra? Még arrébb. Itt balra nincs semmi. Akkor elnézést, azt hittem ott lesz. Blá, blá. Csak el akartál magadtól küldeni, hogy egyedül lehess. Pontosan, te bolond. Köszönöm, azt hittem, a barátom vagy. Tudod? Ez a környék híres a vadon termő élelmiszereiről. A gombászás nemzeti kedvtelés. Az elmúlt évben 40 ezer ember kapott gombamérgezést az országban. Szerintem Antonio itt jól elboldogulna. Szerencsére mi értünk a gombákhoz. Ó, igen!
Gyűrűs tuskogomba. Ezt tudom, hogy kell megfőzni. A színe hasonlít a méz színére. Olaszul chiodinának hívják, ami apró körmöket jelent. Látható, hogy miért. Gyönyörűek. Nem kell feltétlenül négy kézláb mászni a hegyekben, hogy ennivalót találjunk. Én a fiatalabbakat szoktam gyűjteni, ami fehér. Látni, ami belül fehér, gyönyörű. Ezt hívják a gyapjas tintagombának, mert a felszíne kicsit bolyós. Igen, még több. Tuskógomba! Mindennél jobban kedvelem a gombákat, de még jobb, ha van hozzá egy kis brezaola is, azaz levegőn szárított marhahús, amit ebben a régióban készítenek. Látod, ez az a hely, ahol tanulhatsz valamit. Ez a kedves ember Stefano, aki tudja, hogy készül a brezaola. Megmutatod neki? Persze. Régen a húst nagy becsben tartották, és a konzerválása élethalál kérdése volt. Nagyon egyszerű, csak só kell hozzá. Igen. És egy kis fokhagyma. Felaprítod? Igen, felvágom. Oké. Okay. Szeletekre vágjam. Aztán kell még bors. Ú, de gyors vagy. Igen. Szórhatod, igen, csak bátran. Egy kis babérlevél. Csak így? Igen. És most jöhet a só. Mennyi kell? Még, még. És most megmasszírozzuk. Igen. Mint egy szép lányt. Igazi specialistája vagyok. Okay. A gyönyörű lányoknak. Ez nem lehet gond. Tudod, nincs olyan, aminek nem a specialistája. Tökéletes. Most betesszük. Ide? Ide a húst, igen. A só konzerválja. Igen. Ez a hústartósítás ősi módszere. És kivonja a vizet a húsból. Igen. Egy hét alatt a dobozban a hús magába szívja a sót, és kiereszti a vizet. Akkor megszárítjuk, és a füstölőbe tesszük, ahol tüzet rakunk, és 24-25 fokon tartjuk. Értem. Pár napig. Közben a húsból elpárolog a maradék víz is. Utána felakasztjuk, és 3-4 hónapig érleljük. Nézz oda be! Igen, ott! Nézd, mennyi van oda bent! Azok már érleltek. Az egy grottá, vagyis természetes barlang. Igen. A környéken nagyjából 1000 ilyen van. Minden családnak van egy. Van egy. Ez már egy nagyon öreg... Nagyon öreg? Lapocka. Lapocka. Mint egy kis hegedű. Igen, köszönöm. Ez a penész, ami a felületén szaporodik. Igen, minden barlangban más penész él. Ezért mindenhol más, milyen az ízük is. Ez már 90 napos, vagyis nagyon öreg. Nagyon kemények. Igen. Ami nagyon jó. Tudod mit? Dolgoztam neked egy kicsit. Igen. Szerinted enyém lehet az egyik? Persze. Megérdemlem. Mindkettőt? Persze. Igen. Valaki nagyon szeretné megkóstolni. Igen. Biztos? Igen. Köszönöm. Szívesen. Nagyon köszönjük. Ebben a barlangban Stefano több húst érlel, mint amennyit meg tud enni. A többi barlangban sokféle sajt is érlelődik. Mamma mia, che piedanza! Istenem, ez csodás! A házi készítésű élelmiszereket összekombinálja az erdőben találhatókkal, amiből Michelin csillagot is varázsolt. Igazán kihoz mindent abból, amije van. Stefano! Oh, buonasera! Buonasera, come va? Ez grillezett vargánya. Porcini mushroom? Fenyőrügy krémmel tálalva. Érdekes. Minden a helyi erdőkből van. Ez a főétel a specialitásunk, ami tökből és különleges krumpliból készül. Chipszel és tavaly nyáron gyűjtött szárított virágokkal. És végül a fekete tajolini, amit nem tintahallal színeztünk, hanem szederrel vagy áfonyával. Értem. Ejha. A liszthez keverjük az áfonyát, ez pedig csalánszósz. Igen.
A horgányát is teszetted? Igen, nyáron. És nézd, milyen fantasztikus ételt főzött belőle. Hihetetlen. Mint egy igazi arrangiarsi, Istenem. Ízlik. Finci? Igen. Stefano az arrangiarsik tudását nagyapjától, a II. Világháború szabadságharcosától örökölte. Milyen ember volt a nagyapád? A nagyapám a partizánok kapitánya volt, akik megállították a német csapatokat, akikkel Mussolini is volt. A partizánok el akarták fogni Mussolinit, és azt akarták, hogy a németek hozzák a határhoz, és adják át a diktátort a partizánoknak. Igen. De nem ő felel a megöléséért? Nem, mert Mussolinit Milánóba vitték. Ezt a történetet a nagyapád mesélte? Igen. Ez hihetetlen, mert ez a történelmünk része. A fasiszták ellen harcoló helyiek a hegyvidék terményein éltek. Brezaola saláta. A legízletesebb salátafélék gyakran úgy néznek ki, mint a gyomok, de tökéletesek, hogy a partizánok jól lakjanak. Gennaro, hoztam egy kis adományt a salátába. Nézzük, mi az. Egy kis vadnövény, nézd. Ó, ez mi? Pitypang. Igen. Egy kis mezei sóska, kóstold meg, finom. És egy kis tyúkhúr, mindegyik remek a salátába. Ez a természet adomány. Igen, de kell valaki, mint én, hogy elkészítse a legjobb brezaola salátát. Akkor kezd el. Először is kell kenyér. Ettől a kenyértől lesz ropogós a salátánk, ezért kis darabokra vágjuk. Kockára. És megpirítjuk. Igen. Kis olívaolaj. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Van itt még egy kis borsmustár, de bármilyen ropogós salátaféle is megfelelő. Csodás ez a sóska. Nehogy elfelejtsd a sóskát. Igen, és itt ez a csodás retek. Ettől lesz egy kicsit csípős a saláta. Igen. Felvágjuk nagyobb darabokra. Elég negyedekre. Nézd, milyen szép a színe a többi között. Jöhet a tojás. Ez túl lágy. Nem túl lágy. Csak negyedekre vágjuk. Igen. Eddig kész. És most? Jöhet a parmezán. Igen. Csak ráfaragjuk, így. De még nincs kész. Itt van pár szem olajbogyó. Nézd, milyen fantasztikusak. És az öntethez kell friss fokhagyma és olívaolaj. 3 evőkanál olaj. És 1 evőkanál fehér borecet. Ha nincs fehér, jó a vörös borecet is. És még egy kis só. Remek. Igen. Nagyon jó lesz, nagyon, nagyon. Persze, hogy jó lesz. A kruton már kész. És íme a brezaola. Fantasztikus. Ráteszünk 2 szeletet. Csak bőségesen. Tetejére is. Gyerünk, gyerünk. Figyelj, valami szépet szeretnék neked, és soha nem adsz lehetőséget. Akkor is szép lesz. Nagyon szép. Gennaro, éhes vagyok. Kérem a krutont. Igen, adom, imádom a krutont. Ez az. Propogós. Teszünk még parmezánt a tetejére is. Így. Hadd nézzem. Gennaro, elismerem most az egyszer, hogy nagyon jó. A
Altellinában járunk, az alpesi borok és ételek fellegvárában. Páratlan az itteni vörösbor, de a szőlő csak a napos déli fekvésű hegyoldalakon terem meg. Ez a táj a szülőföldemre, Piemontére emlékeztet, ahol felnőttem, akár csak a völgyek mélyén meghúzódó falvak látványa. A helyiek minden milliméternyi termőhelyet megművelnek. Nézd ott a szőlőt. Ó, megállok. Csodál. Igen, ez az. Itt megállok. És itt víz is van, ezt nézd. Igen. Gyorsan. Igen. Ebből a szőlőből palackonként 40 fontos bor készül, de mi most éhen halunk. Ez gyönyörű, de csupa kén. Nem baj. Így nem lehet megenni, meg kell mosni. Jó az. Ott a víz, miért nem mosod le? Hol? Ott a víznél. Oh. El kell fordítani, és jön a víz. Ez miért kell? Menj! Csodás vagy. Erre csak ő képes. Nézd a nadrágomat! És? Ne, nézd a nadrágomat! Mert olyan heves vagy. Kösz szépen, a tiéd lehet. A fenébe. Édes. Csak menjünk innen. Nagyon édes, csodás. Korábban a völgy buja legelő volt, manapság itt is virágzik az ipar. Ezt nézd, Gennaro, szentséges ég, egyik kis üzem a másik után, és a többségében brezaolát gyártanak. A világ brezaola termelésének 90%-a innen származik. Itt még mindig tartósítják a húst, de nem a téli hónapokra, hanem hogy eladják az év minden időszakában ezt az ilyenséget. Óriási üzlet ez a brezaola gyártás. Ó, ezt nézd! Ha szeretnénk egy ilyet kapni, nagyon keményen kell dolgoznunk. La carne fresca per la brezaola, tutto il grasso. Eltávolítjuk az összes zsiradékot, az a melléktermék. A brezaola készítéséhez el kell távolítani az összes zsíros részt. Érdekes. Gyorsabban. Elkérhetem a késedet? Ez sokkal élesebb. Mint egy lovag kesztyűje. Igen, olyan. Mennyi brezaolát készítenek? Hetente általában 10 000 darabot készítünk. De a környéken nincs elegendő mennyiségű szarvasmarha. És honnan jön a hús? Európából és Dél-Amerikából. Ez most francia hús. Ezernyi tonna marhahús érkezik a világ másik végéről. Ez a modern megoldás. Én jobban szeretem a helyi ételeket, de a koldus ne válogasson. Kérek egy másikat, mert ez elszakadt. Gyerünk, sok a selejt! A főnök 250 darabot akart egy órán belül. Ha kilója 40 font, akkor ez 10 000 font értékű áru. Ez a tiéd a mai munkádért. Arrivederci, grazie. Meg akarod kóstolni a jutalmadat?
Finom. Igen, hallom. Nézzük, vágok még egy kicsit. Na, tessék. Ez tényleg a mi munkánk gyümölcse. Szondrióba megyünk, hogy meglátogassuk egy barátunkat, Nellát. Errefelé mindig is az Arrangiarsik módján éltek az emberek, de volt idő, amikor ez élet és halál kérdése volt. Meglátogatunk két háborús veteránt, akik a maguk módján harcoltak a túlélésért. Bemutatom a partizán hölgyeket. Hihetetlen, igazi partizánok. Allora, lei Irma ha 90 anni lei. Caspita. Ed è stata partigiana. Irma 90 éves, és igazi partizán volt, aki harcolt. Önnek mit jelent az arrangiarsi? Az életben maradást. Lehet ezt tisztességtelenségnek is nevezni. De a háború idején éhínség volt. Nehéz volt mindenütt. Nagyon. Olaszországban, mert nem volt élelmiszer és nem volt pénz. Az emberek úgy boldogultak, ahogy tudtak. 1943-ban, amikor megbukott a kormány, a férjem és sokan mások a katonaságban megtagadták, hogy a fasiszták oldalára álljanak. Ezért a hegyekben bujkáltak. Két évig kellett rejtőzködniük. És hogy élték túl? Megoldottuk. Egymást támogattuk. Ha én megvartam egy ruhát, kaptam érte cserébe egy káposztát, egy kis krumplit, vagy egy kis darab vajat, vagy egy vékony szelet sajtot. Az emberek éheztek? Igen, az emberek éheztek. Sokat szenvedtek, hogy a mi életünk jobb legyen. A háború alatt 45 ezer olasz partizánt öltek meg a fasiszták. Nagy ár a mai szabad életért. A világ összes partizánjára! Salute! Sì, tutto! Questa mattina oh bella ciao, ciao, ciao! Bucco. A háború alatt mindenki nehezen élt, de a hegyvidéki emberek nem adták fel, és a csekély lehetőségeikből alkottak egy ételt, ami napjainkban is híres. Hajdina tészta burgonyával és mángoldal. Tudod, mit főzök most? Tudom. Pizzokkerit. Amit csak ebben a völgyben készítenek, mert itt nem tudnak búzát termeszteni, csak hajdinát. Ez itt a hajdina tészta, ami olyan formájú, mint a tagliatelle. Van benne tojás? Nincs. Tojás nélkül csak vízzel készül. Igen, és ez a mángold, ami helyi termény. Szép. Imádom a leveleit. És a krumpli. Igen, vágd apró kockákat. Oké. Megmutatom, hogy lehet ezeket a vastag szárakat kivágni. Tudtad, hogy egy családba tartoznak a spenóttal? Igen, tudtam. Az a szépsége az ételnek, hogy mindent együtt megfőzünk. Megsózzuk a vizet. És beletesszük a mángoldot. Igen. A kell káposztát? Igen. Mondd, mikor. Azt is most tesszük bele. Igen, még egyet. És a krumplit is. Igen. Mindent egyszerre. Fantasztikus ez az étel, mert nem kell vele sokat bajlódni. És most jön a cavolo nero, ami egy sötét levelű kelféle. Fantasztikus. Köszönöm. És most beletesszük a tésztát is.
Most az összes hozzávalót 40 percig főzzük. Gennaro, Gennaro, felvágnád nekem ezt a fantasztikus Toma sajtot? Igazán különleges aromájú sajt. Ennek is pompás az illata. Tudod, mire emlékeztet? A friss szénára, amikor kazalba rakják. Milyen költői? Ilyen az illata ennek a csodás tájnak. Na nézzük. Igen, kezd alakulni, csodás. Nézzük a krumplit, igen. Úgy tűnik megfőtt. Kóstold meg. Szerinted jó? Tökéletes? De még összesütjük. Tudom, de sütés előtt meg kell főzni. Ez pont jó. Pont jó. Megfőtt? Fogkemény. Ne szólj bele. Nem szólok bele. Most minden főtt hozzávalót átteszünk ide. Csodás a színe. Gyönyörű, és az illata is jó. Felszeretelnéd ezt a foghagymát? Igen. Kérem a vajat. Mennyit? A felét, igen. Finom alpesi vaj, nagyon jó. Mi legyen a fokhagymával? Tedd ide. Igenis. Így. Azt nézd, mi történik most. Most ráteszünk 300 g sajtot, igen. Így. Először kérem a parmezánt. Még egy réteg. Ilyen egyszerű, így. Tetszik? Igen. Helyes. Még egy kis parmezán. Igen. És most beteheted a kemencét. Nagyon köszönöm, hogy ezt rám bízod. Most 20 percig sütjük. Antonio. Gennaro. Ejha. Nagyon izgalmas. Ezt nézd, milyen fantasztikus. Nézd ezt az olvadt sajtot. Hát gyönyörű. Észveszejtő a káposzta, a krumpli és a sajt kombinációja. Egyszerűen mennyei. Nem rossz ez a bor sem. Finom. Ezt is úgy szerezted ki vele? Igen. Micsoda kilátás! Gyönyörű! Kellett találnunk egy helyet, ahol eltölthetjük az éjszakát a kocsinkban. Gyerekkoromban az ilyesmit nem jó kedvünkben csináltuk. Éhesek voltunk, és a háború után nem volt sok az ennivalónk, de gyerekként boldogan mentünk a mezőkre, hogy szerezzünk valamit. Volt, aki káposztát lopott a földekről, valaki a lábost hozta, vagy egy darab kenyérrel jött, vagy ecettel, olajjal és egy kis sóval. Volt, aki szardellát hozott. A friss kenyér mellé a káposztát nagyon vékonyra vágtuk, abból készítettünk olyasmit, mint a teja. Fantasztikus volt így enni, mintha kaviár lett volna. Ez az igazi arrangiarsi élet. Gennaro! Gombát találtál? Nézd, mit találtam. Csodás ez a tuskógomba, ó, remek. Pereszke. Lila pereszke, fantasztikus, nézd a színüket. És az illatuk. Is it good? Ízlik? Jobb az otthoni pirítósnál. Benne van a fenyő zamata, ízlik? Antonio azt mondja, szeret a természetben élni. Jó éjszakát! De szerintem csak rajtam élősködni. Ez mi volt?
Antonio, bemehetek hozzád? Nem. Csodás a reggel itt Valtellinában, és a reggeli is. Hegyeken átszáll a muzsika hangja, a bocika sok tejet ad ma. Egész jól utánzod, Maria. Persze. Tényleg. Csak egy kis vidámságot sikerült, akartam. Sikerült, és azért mosolygok, mert boldog persze. vagyok. Melyik ad nekünk finom tejecskét? Adsz egy kis tejet? Nem? No. Ő nem ad. És szólnál a csajoknak, hogy adjanak egy kis tejet? Megteszed? Segíthetek? Tudod mit? A segítségemért cserébe adj egy kis tejet. Megint alkudozol? Antonio, hallottad, mit mondott? Igen. Először dolgozz, utána kapsz tejet. Egyértelmű. Rendben, felkészültem. Gondoltad, lesz. Menjünk. A legjobb helyre jöttünk. A két testvér, Luca és Giuliano, a friss tejből sajtot és vajat készít. Ez nehéz. Az mi, Gennaro? Ez itt mind a tejföle. Igen. A tejszín, amit most ide beöntök. Csodálatos. Régebben a vajat órákon át köpülték kézzel, manapság 20 perc alatt kész. A vaj után megmarad az író, a latticello. Igen, és mit csináltok az íróval? Ebből készítjük a ricottát. Okos. A ricotta azt jelenti újrafőzött tej. Igen. Újrafőzött. Nagyon jó. Nagyon kíváncsi vagyok. Igen. És éhes is. Esatto, bravo. Remek, szép munka. Ügyes vagy. Uram. Na nézzük, beledugom az ujjamat. Csodálatos. Oké. Szerintem neki nem is kell több. Nézzétek, milyen boldog. Ez a legfrissebb baj. Igen, már is. Ez az. Nagyon lassan. Oké. Gyönyörű, Gennaro. Tökéletes, szép munka. Köszönöm, nagyon köszönöm. Na most már megreggelizhetünk. Rendben. Az alpesi reggeli elmaradhatatlan része a gyümölcs. Nézd, Gennaro. Igen? Alma. Szerez egy párat, de vigyázz, nehogy jöjjön a tulaj. Miért nem szedsz te is párat? Én jobban szeretem innen nézni. Kaphatok belőle? Igen. És itt a te is. Tudod, sosem ettem ilyen jó reggelit. Lucára és Giulianóra. Remek. Fantasztikus. Idefent az étel egyszerű, és az élet nincs túl bonyolítva. Nekem ez az arrangiarsi. Az Alpokban nem terem meg a búza és a kukorica. Gyere! Na ne, nekem ez túl meredek. Ezért a középkor óta helyiek szelíd gesztenyéből őrlik a lisztet. Találtam! Igen? Nagyon finom! Fantasztik! Tudod mit? Készítek neked nyokkit. Ahhoz kell tojás. Ne aggódj! Találunk tojást! Hol keresek neked tojást? Felmásszak a fára? Antonio enni szeretne. Ez az. A gnocchihoz szereztem egy libatojást. Már csak liszt kell. Több száz vízimalom volt ebben a völgyben. Már csak ez maradt meg, ahol gesztenyét őrölnek.
Kaphatok egy kis gesztenyét? Segíthetek? A liszt készítéshez először meg kell törni a gesztenye héját. Megállítom. Hol kell? Ezzel? Azt húzd le. A vízimalom egyszerűnek tűnhet, de a szerkezete zseniális. Leonardo da Vinci találmány. Oké. Milyen sok munka pár szemgesztenyért. Most lerázzuk a héját, és megmarad a gesztenye. És most? Megpróbálod? Gennaro! Mi van? Mi tartott eddig? Most meg kell kérni a Molnárt, hogy őrölje meg a gesztenyét. Végre megjöttél a gesztenyével. Igen, kösz. Láttál már ilyen gépet? Még sosem láttam ilyet. Ott beleszórják a gesztenyét, és itt jön ki. Ez egy 200 éves malom. El tudod képzelni, hogy régen minden nap így csinálták? Igen, mert csak így jutottak a fantasztikus liszthez, amiből a kenyeret és a tésztát készítették. Bámulatos, mennyi ember jól lakott ebből a gesztenyéből. Mindent ebből készítettek. Csodálatos ezt látni. Tetszik? A gesztenyeliszt tápláló, édes és ízletes. Nézd, Antonio! Csodás ez a liszt, ez a valódi liszt. Látod ezt? Nagyon jó. Látod? Próbáld ki. Elcseréljük egy kis lisztre. Köszönjük a segítséget. Köszönjük a lisztet. Ügyes vagy. Nem rossz. Nem rossz? Szerintem jól csináltam. Vigyázz a lépcsőn, tudom milyen vagy. Eljött egy újabb este Antonioval, és minden megvan ahhoz, hogy egy jó nyokkit készítsek a gesztenyelisztet. Megmutatom, mit csinálok. Ezt a krumplit már megfőztem, és most gyorsan áttöröm. Imádom, ahogy kijön a krumpli. Igen, még nincs kész. Ne edd meg az összes krumplit. Nem kóstolhatom meg. Megkaphatnám a gesztenye lisztet. Mögötted van. Szórd bele, és összekeverem. Igen. Látod, milyen szép? Igen. Nem kell sok belőle. Igen. És most? Megkaphatom a sima lisztet is? Nagyon jó a gesztenye liszt, de kell egy kis jó minőségű finom liszt is a tésztába. Csak egy kicsi. Igen. Csak egy kicsi. Ezután jöhet a tojás. De ez túl nagy. Az egész kell. Csak a sárgája kell. Szentég, ez milyen tojás? Struc tojás? Liba tojás. Liba? Elég a fele. Igen. Alaposan összekeverjük. Még egy kicsit. Igen. Elég. Így, ez már jó. Meggyúrjuk. Ez az, igen. Ez itt szárított gomba. Ez az. Csodás. A mártáshoz beáztattam a vargányát, megfonnyasztottam a fokhagymát, és ráöntöttem a paradicsomot. Remek, egész nap vártam, hogy valamit együnk. Egész nap csak nyavajogsz. Mártás. Ne aggódj, nem ég le. Én főzök, az én dolgom, hogy csinálom, te pedig megeszed, rendben? Nézd, amit csinálok, mindent értet teszek. Ez kész. Forra víz. Hála nekem, hála nyokkinak. Mindjárt kész. Miért hálálkodsz? Mert szeretek hálálkodni. A nyokkit pár percig főzzük, majd összekeverjük a mártással, és halleluja. Kaphatok egy villát? Ott van. Köszönöm. Nekem csak egy van. Most nézz rám. Csak nézz rám. Egyébként a nyokki, el kell ismernem, Gennaro, káprázatos. Érezni a gesztenyét, ami fantasztikus, de én kicsit jobban megsóznám.
Akkor most megoldom. Arrangiarsi! Végre! Fantasztikus! Kimondhatom? Várj, segítek! Miért főzök ilyen jól? Igen! Jó a gesztenye, fejezzük be! Antonio! Itt az a ma éjjel, ebben az időben? Nem, biztos nem. Ezt hogy érted? Jobb ötletem van, útközben láttam egy kis fogadót. Szuper! Itt az ideje egy kis kényeztetésnek. Szerintem is jó ez a kastély. Felejtsük el a lakóautót. Nem is értem, hogy tudnak egyesek abban élni, amikor van ilyen is. Tudod, egyetértek veled. Ott egy szoba. Gyerünk! Aludj jól! Te is! Oké. Köszönöm. Oké. Puszika! Azt nem. Jaj, csodás! Vándor élet? Sajnálom, ma nem. Áldott légy, Antonio. Újabb nap virrat ránk az Alpokban, és Gennaro szerint ideje az ebédnek, vagy inkább reggelinek. Gyere, ételt látok az asztalon. Üdv mindenkinek! Jó reggelt, uraim! Épp reggelizünk. Meghívtak, hogy csatlakozzunk a vadászatra. Udvariatlanság lenne visszautasítani az ételt. Szarvasgomba van. A mascarpone-ban. Bámulatos, milyen intenzív az íze. Ez helyi szarvasgomba. Igen, gyönyörűek. Ezt nézd. Svájc közelében vagyunk, és a határvidéken remek sajtokat készítenek. Antonio, mi ez az édes sajt? Ez a formaggiella. Értem. És ez milyen sajt? Az egy kellemes lágy sajt. Hadd kóstolja meg, és megmondom. Rendben. És az a másik? Ez itt a casera, ami egy helyi különlegesség. Szép érett darab. Ó, ez a sajt. Csodás. Hihetetlen. Szent Isten. Nem kell sehová mennem, hogy élelmet gyűjtögessek neked, mert minden itt van. Az milyen sajt? Kóstold meg, csodás sajt. Antonio! Ez milyen sajt? Azt mondja, hogy ez a természetes Viagra. Neked az nem kell. Neked biztosan jobban kell. Régen a vadászok azért jöttek, hogy a családnak élelmet szerezzenek. Ma ez már csak szórakozás. Most már csak azt kívánhatjuk, hogy sikeres legyen a vadászat. Saluti, bocca al lupo, Meg akarom tudni, megye még a vadászat. Dove? Már elment! Escappa, ma che ne so? Niente. I can't find it. Semmit se találok. Gennaro kezében fegyver van, ezért inkább Marcóval maradok. Marco nagyon népszerű errefelé, ő a környék legjobb vadorzója. Miért jártok ide? Vadászni. 40 éve kezdtek el ide járni, mert azt szerették volna, ha ez lenne a vadászok paradicsoma. Vagyis 40 éve járnak ide a vadorzók, azaz a vadászok. Szerintem csak azért járnak ide, hogy elszabaduljanak az asszonyoktól. Dél-Olaszországban gyerekkoromban apám megtanított vadászni. Hol, merre? A kutya fácán talált. Tűz!
Á, elszalasztottam. Nem sikerült. Szerencsére más vadász nem volt ilyen kétbalkezes. Eszembe jut, amikor gyerekkoromban apámmal vadászni mentünk. Az ég áldja. Nem csak kedvtelésből mentünk vadászni, hanem mert ez volt az élelmünk. Apám sosem lőtt le több állatot, mint amennyi elég volt. És azt is megosztottuk a barátokkal. Néha azt mondták, vigyük haza, mert nagy a családunk. Otthon anyám megtisztította és megfőzte. Estére el is készült. Istenem, micsoda emlékek! Az ingyen ebédért én főzök a vadászoknak. Egyszerű. Az az étel, amit magunk szereztünk vagy termeltünk, mindig finomabb. Ezt a pácánt mi lőttük. Feldaraboltam, most megsózom. Utána jöhet a bors. Ennyi elég is, és most megszórom liszttel. Azért nem teszek rá több lisztet, nagyjából ennyit, mert azt szeretném, ha csak egy kis ropogós réteg keletkezne a fácánon. Három hozzávaló, maximális ízhatás. Fokhagyma, amit összenyomtam, és egy kis chili, valamint rozmarin. Egy kis olívaolaj. Legyen nagyon forró, és jöhet a fácán. Mindkét oldalról megkapatjuk. A többi darabot is. Ugyanígy elkészíthetjük a csirkét is, vagy a nyulat. Bármilyen vadat, vagy baromfit. Itt ez a szép pancetta, de ha nincs otthon, akkor használhatunk békönt is. Ez egy kis extra ízt ad. Igen. Rátesszük. Beleteszem a fokhagymát, amit kicsit összezúztam, és a csilit. Ez nem túl csípős. Lehet szárított vagy friss. Mindegy. Nézzék ezt a csodás rozmaringot. Most szedtük. Lefedjük, és lassú tűzön 35-40 percig főzzük. Ráöntünk egy-két pohár bort, és halleluja! Kész. Pár hozzávaló, maximum ízhatás. A házban a vadászok a helyi alapételt készítik el, a polentát. De ilyen polentát még nem láttam. Errefelé nincs kukorica, ezért főzik helyette a fekete polentát. Ez a hajdinából készült polenta, amit vízzel és egy kis vajjal főznek. Először eszem ilyen polentát. Nagyon jó, Gennaro. Felkészültetek? Csodás! Igen vagy nem? Igen. Hallottátok, igent mondott? Igen. Buon appetito! Előtted a madarat? Nem én lőttem. Nem? Ők voltak. És te mit csináltál? Megfőztem. Azért jönnek ide együtt, hogy elkészítsék ezt a polentát, ami nem kis idő, de mindannyian fantasztikus, kedves emberek. A háború után a svájci határ közelében más miatt is jártak ide az emberek. Számodra mit jelent az arrangiarsi? Amikor a szomszédos országokban más pénzzel fizetnek, akkor ebből az emberek hasznot akarnak húzni. Ezt nagyon jól mondta. A csempészetre gondolsz? Ha két országban eltérő rendszerű a gazdaság, még ha csak kicsi is az eltérés, akkor az ügyeskedők az olcsóbb árut átviszik a másik országba. Összvéren. Összvéren csempészték a kávét. Érdekes. Ezek olyan áruk, amik olcsóbbak voltak Svájcban. Igen. Ezt nézd. Kedves kép. Cigarettacsempészek, hihetetlen.
Még a nők is. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy a hölgyek a harisnyájukból veszik elő az árut. A hölgyek a szoknyájuk alatt és összvérekkel hozták a csempész árut. Antonio, ezt nézd! Nézd, hová tette a cigarettát! Ezt nézd! Hát nem hiszem el! Inkább nem mondjuk ki hova. Nem szép munka. Az Alpok nagyon távol van az én Nápoly melletti falumtól. Alpesi pizza. Akárcsak én, a pizza is délről jött, de az itteni hozzávalókból is készíthetünk hasonlót, mint ahogy az arancsárszik tették. Mit csinálsz? Finom pizzát, mert egy kicsit emlékezni akarok a szülőföldemre. Itt is készítenek hasonlót, amit úgy hívnak pizza valtellinese. És hogy csinálod? Megmutatom. Ez itt fél kiló rétes liszt. A pizzához rétes liszt kell. Megszórjuk durván 10 g sóval, így. Ez az. Igen. Alaposan összekeverjük a lisztet és a sót, és utána... És ez micsoda? Élesztő, amit belekeverünk. Igen. Rengetegszer csináltam már. Most jöhet a víz. Igen. Lassanként beleüntjük. Ezt megfogjam neked? Igen, köszönöm, nagyon kedves vagy. Most alaposan összekeverjük. Csak ennyi, nem tart sokáig. Ez az. Igen. És ezen a ponton... Fél óráig letakarva pihentetjük. Fél óra múlva fogjuk a tésztát. Átgyúrjuk. És ilyen kis labdákat formázunk. Ha elkészültek a labdák, nagyjából 2 óráig pihentetjük, és utána kész is a pizza tésztája. Ezt hívják gyors kajának? Igen, de nem az. Kicsit meglisztezzük a deszkát, és lenyomkodjuk a tésztát. Így inni. Látod? Te is tudod, mennyi történet kereng a pizza körül. Sok titokzatos történet. Hogy az araboktól lesték el az olaszok. Gondolj csak a pitára. Most kell valami a tésztára. Igen, és mi? Tejföl. Tejföl? Az nekem nem jön be. Egy kis grűjér. Finom. Imádom a grűjér. Én is. Nagyon jó sajt. A mozzarella déli sajt. Ezért használunk grüyer sajtot. Olívaolaj. Gyönyörű a színe. Megkenjük. És kész is. Ennyi? Nem. A hagymát nagyon vékonyra szeleteljük. Ettől még finomabb. És ez mi? Kell még pár szelet szalámi a tetejére. De jobb lenne fektetve, mert így megég a tetejé. Oké. Okay. Igen, így már jó. Rendben. Még egy kis olívaolaj. Megint? Igen. Egy kis friss oregano. És mehet is. Akkor viheted. Én vigyem. Akkor 1-2 és mehet is. Igen. Gyönyörű. Tökéletes pizza. Ez csodásan néz ki. Még mindig bugyog. Ezt nézd. Ó, ez egy igazi pizza. Igen. Jól néz ki. Még egy kis friss oregano, és felvágjuk. Igen. Nézzük. Nézzük. Igen vagy nem? Igen. Igen, sikerült. Végre. Megtudtuk, milyen módon éltek itt az emberek. Csempésztek, harcoltak, összegyűjtötték, amit a természet adott. És olyan emberekkel találkoztunk, akik alkalmazkodtak a mai élet kihívásaihoz. Élvezem a táj szépségét.
Még egy kívánságom lenne. Horgászni szeretnék. Ennék egy pisztrángot. Van hátul egy horgászbotom. Gennaro, egy igazi kis cserkészi született túlélő. Fogtam egy kicsit. Gyerünk! Gyerünk! Antonio éhes! Nem ment messzire. Ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja, mit csináljon, azt mondjuk neki, menjen, oldja meg. Gennaro biztos megold mindent. Nem ment messzire. Mi folyik itt? Ő az utcán nevelkedett. Iskolába járás helyett úszni ment, a lehető legtermészetesebb módon nőtt fel. Tudja, mit lehet leszedni, és nagyon csodás dolgokat készít. Gyertek, sajtot tettem a horogra. Gyertek, jesszusom! Feladom. Úgy tűnik, nem szeretitek a sajtot. Egy hal sem akad a horgomra. Gennaro? Igen? Éhes vagyok. Igen? Ezt nézd. Nem baj, hogy nincs hal, mert gomba mindig van. Köszönöm. Megsóznád egy kicsit? Remek. Nem kell megfőzni, csak egy kicsit leforrázni. Így jó. Kell két gereszt fokhagyma. Tessék egy. De még egy kell. Nagyon egyszerű fogás. Alig várom, hogy megkóstoljuk. Fokhagyma csili. Mennyi csilit kérsz? Legyen bőven. Értem. Látod, hogy sisterek? És jöhet a tuskógomba. Kaphatnék egy villát. Kérek egy villát. Tessék. Ne törd össze, egészben jó. Szinte teljesen összemennek, mert a 95%-uk víz. Gennaro, ez a látvány és az illatok nagyon boldoggá tesznek. És jöhet a tészta. Igen, csodálatos. Olaszország egy olyan hely, ahol nagyon kevés hozzávalóból is igazi különlegességeket lehet készíteni. Hát ezt nézd, igen. Fantasztikus. Fincsi. Tudom, amíg Gennaroval vagyok, mindig boldogulunk valahogy. Na, menj! Ó, remek! Tényleg nem hittem, hogy egy tányér tészta ilyen finom lehet. A két éhes olaszra. Mondjunk köszöntőt? Lehet. Erre a szép napra. A barátságra. Gyerünk, öreg fiú! Legközelebb meglátogatjuk az örök várost, Rómát. Micsoda barát vagy! Hogy megtudjuk, mit jelent férfinak lenni a mai Itáliában. Vesztésre állsz. Megtudjuk, vajon Itália még mindig a férfiak országa. 5 felesége van. Ez segít. És sok finomságot is megkóstolunk. Tökéletes. Oh. Közreműködött Szersény Gyula, Galbenisz Tomasz. Munkatársak Jászberényi Ilona, Supkégel Sándor, Kovács Marian, Hirtildikó. A magyar változatot a TV Paprika megbízásából a Masterfilm Digital készítette.